Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 31-én. Ez azt jelenti, hogy a mi naprendszerünk is mozog. A központi nap Alkyoné lefordítva azt jelenti, egy királynő, aki győz a gonoszságok felett, Alkyoné a Plejádokhoz tartozik. Egy ilyen napon, amikor kinyílik egy égi kapu, van ez a finom energiamező. Lehet, hogy kicsit érzékenyebbek vagyunk, mint más napon, de értékeljük ezt az energiát, ennek van gyógyító hatása is. A maja naptárban benne vannak ezek az égi kapuk, melyik napon nyílik egy égi kapu a Plejádok felé. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ez rezgéseket vagy frekvenciát jelent. Mi most a 9. hullámban vagyunk, és az eltart szeptember 7-ig. Ez alatt a 9. hullám alatt Csikcsán uralkodik. Csikcsán lefordítva kígyót jelent, ennek van egy szimbolikus jelentése, mert mutatja a felújulásokat, egy belső változást. A mai nap, tehát augusztus 31-e, az a 6. nap ebben a hullámban. A maják a 6-os számot így jelezték. Ez a vonal, az az 5-ös szám volt, és ez a pont az 1-es szám, 5 és 1, természetesen így van ez a 6-os szám, így jelképezték. A 6-os szám az a múltra utal, gyakran a gyermekkori emlékekre, van egy kis nosztalgia, meg az álmok, tehát itt ez az energiafelt mutatja számunkra az álmokat, a múltat, ezt a nosztalgiát, és a mai nap, tehát augusztus 31-e az ok hatása alatt áll. Ok lefordítva kutyát jelent. Az lehet, hogy egy háziállatot jelképez, mert valakinek ez most nagyon fontos, vagy erről álmodozik, hogy legyen egy kutyája, vagy egy cicája, ez is elképzelhető. De a kutyának van szimbolikus jelentése, mutatja a hűséget. Tehát ez fontos jelen pillanatban. Legyünk hűségesek a párkapcsolat területén, hűségesek magunkhoz szemben, vagy amit mi elképzelünk, vagy csinálunk, azt ne adjuk fel, hanem maradjunk hűségesek ezeknél a témáknál. A kutya nem csak a hűséget jelképezi, hanem a barátokat, az igazi barátokat. Mert vannak néha hamis barátok is. És itt döntenünk kell, kiben bízhatunk, és kiben nem. Ez volt a bepillantás a maja naptárba. Egy égi kapu nyílik a Plejádok felé augusztus 31-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!